Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ez a mostani videó a Q10 koenzim hatásairól és alkalmazásáról fog szólni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A mitokondriumok a sejtjeink erőművei, tehát a fő energiatermelő egységek. A Q10 itt a mitokondriumokban működik, és egyfajta erőmű beindító, erőmű üzemeltető és erőmű védő feladatokkal rendelkezik, tehát fontos főszereplője a sejtekben a megfelelő energiatermelésnek. Q10 nélkül nem tudnának a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok ATP-vé, azaz adenozin trifoszfáttá alakulni. Lényegében a Q10 segítségével fogadja be a mitokondriumnak a legbensőbb része a zsírsavakat és a glükózt. Az ATP molekula, azaz az adenozin trifoszfát az élő sejteknek a legfontosabb energiaforrása. A Q10 egyben egy erős antioxidáns is a mitokondriumokban. A Q10-nek két formája van, tudományosan ubiquinol és ubiquinonnak nevezik őket. Mind a két elnevezésben az ubik latin szó azt jelenti, hogy mindenhol, ezzel is utalva arra, hogy mindenhol ott van a testünkben, tehát minden egyes sejtünkben jelen van a Q10. A testünk mind az ubiquinolt, mind az ubiquinont használja, és bármelyik formáját is visszük be étrendkiegészítővel, a szervezetünk tud ubiquinolból ubiquinont csinálni, és fordítva is. Tehát át tudja egyiket a másikba alakítani. 40-45 év felett inkább az ubiquinolt célszerű szedni, míg 40-45 év alatt az ubiquinon érvényesül jobban az emberi szervezetben. A testünk maga is előállít Q10 koenzimet, az életünk előre haladtával egyébként egyre kevesebbet, de minden napi ételeinkkel is viszünk be belőle. A legnagyobb koncentrációban a marha és sertés húsokban találunk belőle, főként a belső szervekben, tehát például a májban és a szívben. A növényi eredetű ételek közül a szója, az olivabogyó és a szőlőmag, például a szőlőmag őrlemény tartalmaz sokat. Először is, ha statinokat szedünk, tehát koleszterin csökkentőt, rendkívül fontos a Q10 pótlása, mert ezek a gyógyszerek fokozott mértékben csökkentik a Q10-nek a mennyiségét. De szinte minden egyéb szív- és érrendszeri problémára ajánlható a Q10 pótlása, így például magas vérnyomásra, szívkoszorúér betegségeknél és szívelégtelenségnél is. A Q10 egy hatékony antioxidáns vegyület, és ami lényeges, hogy a lipidperoxidáció ellen fejti ki hatását, tehát a zsírsavak oxidációját mérsékli, ami például magas koleszterin szintek esetén hasznos. A zsírok a zsírsavak védelmének fokozásához a Q10-et célszerű természetes E-vitaminnal bevinni, például homoktövis magolajjal vagy búzacsíraolajjal. Jó hatása lehet a Q10-nek a különböző izomfájdalmak és fibromialgia esetén is. Ez ugye egy az izmok és az ízületek fájdalmával járó autoimmunbetegség, melynek forrása a mitokondriumokban jelentkező diszfunkció. Izomfájdalmakra, fibromialgiára ajánlott együtt szedni D-vitaminnal, kurkuminnal és más gyulladáscsökkentőkkel, mint például a boszfélia vagy a gyömbérkivonat. Az agyunk nagy Q10 felhasználó, a mitokondrium az agy sejtjeinek is a fő energiatermelője, ezért érdemes a terápia részévé tenni az agyunkkal kapcsolatos olyan problémák esetén is, mint az agyiköd, a fáradékonyság, a memóriaromlás, a koncentráció csökkenés és a migrén. A Q10 szedése alatt csökkenhet a migrén előfordulásának gyakorisága és ereje is. A nem megfelelő mitokondriális funkció csökkenti az izomerőt, tehát megnehezül az izmok hatékony összehúzódása, nehezebb lesz a fizikai erőkifejtés. Mivel a Q10 a mitokondriumokban ugye fontos szerepet vállal a folyamatokban, ezért különböző izomproblémák és az izmok teljesítményének növeléséhez is ajánlható a Q10-nek a rendszeres bevitele. A felsoroltakon túl célszerű még Q10-et szedni a fogíny megerősítéséhez, a tüdőnél lévő sejtek védelméhez, például asztma COPD esetén, illetve a spermiummotilitás javításához. Az átlagos javasolt napi mennyiség a Q10-ből 100 mg, amit 1-2 hétig növelhetünk akár napi 300 mg-ig is. A hatékonyabb és gyorsabb felszívódás érdekében evés közben vegyük be, és zsírosabb ételekkel együtt fogyasszuk a Q10 kapszulákat. A Q10 érvényesülését, hatásának erejét a testünkben javíthatjuk a szelénnel, illetve a már említett D-vitaminnal és E-vitaminnal.
30-35 év alatt a legtöbb ember szervezete még termel elegendő Q10-et, tehát inkább csak olyan 40 év felett érdemes a Q10 pótlásban gondolkodni. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a Q10-ről, kedveld, lájkold a videót és oszd meg másokkal is. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.